Két tálta sör. A szimpla kettő. <laughs> Kinek mi? <laughs> Sziasztok! Karácsony után Veglivel töltött káposztával tele köszöntjük kedves nézőinket, utólag is mindenkinek még egyszer boldog karácsonyt kívánunk. Ugye ilyenkor szokás, hogy, hogy mindenki évet értékel, mindenki visszatekint az elmúlt évre, így az utolsó hetekben, napokban. Mi ezt csak részben fogjuk megtenni, mert igazából annyi mérkőzés van ilyenkor így a karácsonyi időszakban, hogy nem is nagyon van időnk arra, hogy, hogy ténylegesen úgy összefoglaljuk az elmúlt évet jégkorong szempontjából, vagy akár kis lesz szempontjából, úgyhogy ma részben picit visszatekintünk, és foglalkozunk az elmúlt bő egy hét mérkőzéseivel. Szevasz, Szarvi! Sziasztok! Egy órája beszélgetünk, szólok. 45 perc csak. Szevasz, Szarvi! Sziasztok, srácok! Boldog karácsony mindenkinek! boldog és mielőtt belekezdünk. Nézzétek meg a reszkesetek betörőket, ja nem, ja nem, nézzétek meg a kisnes.hu-t, és iratkozz fel, és nyom meg a csengőt, lájkolj, hozd meg az adást, és nem tudom. Nem még valami. Pastan egy év után már kereken megy. És még filmajánló is volt benne. Filmajánló, nagyon kemény vagy. Azért akadtunk meg, mert Magosi Bálintól kaptunk üzenetet, majd visszatérünk rá, amikor a Valán, meccseit elemezzük, ugye ma Magó Mester hármasával vezette győzelemre a csapatot. másnap szokott Mester hármas tőnünk, karácsony másnap. <gül> Igen. <gül> Igen. Majd azért azt megkérdezzük tőle, hogy mikor lőtt utoljára hármat egy meccsen. Na, uh, szerintem azért azt elmondom, hogy miről fog szólni a mai adás. Készítettünk egy kis statisztikát arról, hogy az elmúlt 15 évben a Magyar ékorong válogatott milyen mérkőzéseket játszott, és készítettünk egy kicsit megtekert pontszámítást, ez alapján végig fogjuk nézni, hogy az elmúlt 15 évben milyen trenddel, milyen pontszámmal tudja zárni az éveket a Magyar ékorong válogatott de beszélni fogunk természetesen az Erste is, hiszen zajlanak a küzdelmek, és a Volán is az elmúlt bő hétben három mérkőzést is lehetszott. De volt itt Bartal is István nyilatkozat, elkezdődött a Spengler Kupa, a Junior Világbajnokság, úgyhogy csapjunk a húrok közé. Szóval a magyar jégkorong válogatott elmúlt 15 éve, Két részre bontottam ezt a kis statisztikát. Az összes mérkőzést megpróbáltam összeszedni. Hozzáteszem, ebben nem volt nagy segítségemre a Magyar Ékorunk Szövetség honlapja, de se baj. Mert az eredményeken érdekes módon ott fönt vannak az eredmények és a statisztikák. De még a Wikipédia is fokhíjas, tehát nem volt egyszerű összekanalazni az elmúlt 15 év összes mérkőzését, de azért sikerült. Mutatnám is egyébként a, a, a lényeget. A két részre bontott statisztikai vonulat az úgy néz ki, hogy látjátok a képernyőmet, az elmúlt 15 évben összesen 237 mérkőzést játszott a magyar jégkorongválogatott, válogatott, ebben benne vannak a felkészülési mérkőzések, olimpiai selejtezők, illetőleg világbajnokságok, divedjá, illetőleg az A csoport is. A képernyő felső részén azt láthatjátok, hogy évente összesen sorban látszik, hogy hány mérkőzést játszott a magyar válogatott. Ugye azt kiemeltük, hogy az idei 26 mérkőzés az rekordszámú, és tényleg, tehát az elmúlt 15 évet figyelembe véve, 2019-ben játszott 21 mérkőzést a magyar égkorunk válogatott, illetőleg 16-ban 19 meccset, közel távol nem játszik ennyi mérkőzést, általában a magyar ékorunk válogatott. Az első részben... Igen? Ugye megbeszéltük ezt a statisztikát az elején, hogy értsem, hogy miről van szó. Igen, és rögtön kérdezett, nem baj. A 230 képet alatt ugye föl van sorol, vagy 3 pontos, 2 pontos, 1 pontos, pontos, ez a képernyő alsó sarkán látható. Mellett a százalékok. Az, a, már, nem arra át, az már nem arra vonatkozik, azt majd mindjárt, mindjárt rátérünk arra is, hogy azok micsodák azok a százalékok, de előbb nézzük meg azt, hogy ebből a 2008-ban például a a 14 lejátszott mérkőzésből hány olyan ellenfelünk volt, aki a jelenlegi, tehát 2023. decemberében érvényes világranglista alapján előttünk volt, illetőleg mögöttünk volt. 2008-ban mind a 14 mérkőzésen a jelenlegi világranglista szerinti ellenfeleink mögöttünk vannak. Ugye arról beszélgetünk mindig, és azért kezdtem el ezt feszegetni hogy a komolyabb ellenfelek nem nagyon állnak velünk szóba, és a komolyabb ellenfelekkel eljátszott ellen mérkőzések, legyen az felkészülési vagy éppen tétmérkőzés, azokból lehet tanulni, azok hozzák a fejlődést. Összességében véve azt lehet elmondani, hogy az a 237 mérkőzésből 54% a mérkőzéseknek a világranglistán előttünk lévő csapattal zajlott, ami egyébként így nézve tök jó. És persze az átcsoportos vb k ideje az kiemelkedő, a többi év az általában csökkenő, viszont fix átcsoportos ellenfél az 54 helyett már, tehát az első 10 mondjuk úgy, akik azóta az elmúlt 15 évben álcsoportban fixen szereplő válogatott ellen mindösszesen 11% a lejátszott mérkőzések száma, ami nem túl sok. Ugye a három álcsoportos a VB idején 8, 7 illetőleg 6 olyan ellenféle játszottunk, aki fix álcsoportos, nem világbajnoki mérkőzésen pedig még kevesebb, tehát felkészülési mérkőzés összesen 7%-a ennek a 237-nek, ami fix ácsoportos ellenfél ellen. Itt a táblázat alatt még föl is van sorolva, ebből a legerősebb évünk az 2009 volt, amikor is ugye a Czürihi VB-re készült a magyar válogatott, ott kétszer játszottunk a finnekkel, kétszer a norvéokkal és egyszer az oroszokkal felkészülési mérkőzést. Tehát azért az, az még egy komolynak nevezhető történet volt. Ezen kívül még a 2017-es év volt olyan, amikor három fix ácsoportos válogatott volt az ellenfelünk, bár ott azért az orosz B válogatottat fogadtuk a tüskében, és kaptunk ki, ha jól emlékszem, hosszabbításban vagy büntetőkkel 3-2-re. De összességében véve ez azt mutatja, hogy, hogy komoly neves, válogatottak ellen relatíve kevés mérkőzést tud játszani a magyar válogatott. Jó esetben egyet-kettőt évente, de általában inkább a nullához közelít ez a szám. És amit a Szarvi kérdezett eh, százalékok, azt is megnéztem, hogy ki ellen játszottunk legtöbbször, nem meglepő módon a lengyelek ellen játszottunk az elmúlt 15 évben a legtöbb mérkőzést, összesen 29-et. Minden uh, mérkőzés figyelembe véve 61 százaléknyi pontot szereztünk a megszerezhető pontokból a lengyelek ellen, tehát ott még jók vagyunk, vb n ez 75 százalék, három győzelem volt és egy vereség világbajnokságon a lengyelek ellen. A szlovének ellen 23, az ukránok ellen 22, és az osztrákok ellen 21 mérkőzést játszottunk a 15 év alatt. Ami igazán szembetűnő, az az, hogy a szlovének és az osztrákok ellen összesen tétmérkőzést játszottunk. Azt mondja, hogy 5, meg 6, az 11-et, és kettő azaz 2 darab pontot tudtunk ez alatt a 11 mérkőzés alatt szerezni a tétmecseken. Hát a szlovének múl A szlovének ellen nulla. És az igazán megdöbbentő az az, hogy a hat lejátszott tétmérkőzésen összesen négy gólt löttünk és 25 kaptunk a szlovének ellen. Kemény. Igazából ezeket valahol úgy érzi, sejti az ember, de így leírva, látva nem jó. Nem jó látni, nézni, érezni ezeket a számokat. Ugye ők, ők a liftezésben ellenfeleink, vagy vetétársaink, és, és igazából meg se tudjuk közelíteni őket. Hát a szlovént az egyért, tehát azt... Hát még felkészülésén is ritkán verjük tényleg, vagy, vagy ilyen X közeli örülünk, de, de leginkább nem. Tehát, Hát 17 felkészülési mérkőzésből háromszor nyertünk. Három pontra, egyszer pedig kettőre. Hát, van, 28, van uh... 800 igazolt játékosuk. De, ez a, de jó irányban, hogy nem? Nem, a ja, idő. Jó irányba megy a magyar és ez a négye jó, azt szonták. Sosem Sosom... jártak ilyen jó idők, igen. Szerintem jó, ők tudják, hogy mi az irány. Mi, mi gondoljuk azt, hogy más. Ja, De, mi a kitűzött cél, és akkor végül is jó, jó, és sosem Nem volt ilyen jó. Lefelé, láthatjuk. Terv szerint. Ugye mondtad, hogy egy órája bájt beszélgetünk, és megnéztük ezt is és hát, hát, síralmas. És akkor is ugyanilyen rosszul nézett ki. Tehát ez nem, <laughs> nem, <jön. gül> nem... nagyon tudtam ezen kozmetikázni. Szóval arról beszélgetünk, hogy a mérkőzéseink az elmúlt 15 évben, annak a 40%-át ezzel a négy válogatottal játszottuk, és ugye azt is megbeszéltük már, hogy a szlovének és az osztályok ellen gyakorlatilag, akik egy picit előttünk vannak, legalábbis világranglista szerint, esételnek vagyunk. Csak ugorjunk a következő képre, mert azt gondolom, hogy ezt lehet ezt cincálni, nézegetni jobbról, balról, az biztos, hogy fix, átcsoportos ellenféllel, nem világbajnoki mérkőzésen, a 237 meccsből mindösszesen 7-es százaléknyi mérkőzést játszottunk, ami felkészülést, arra, ugye erről beszéltünk 2023-ban, a VB felkészülés jegyében, az a rengeteg mérkőzés, amit játszottunk, Kórával, Lengyelekkel, Ukrajnával, stb. Azon túl, hogy veszítettünk ezeken a mérkőzéseken, azt beszéltük, hogy ez nem az átcsoportra készít fel. Hogy emiatt, vagy más miatt, de kiesett a magyar válogatott ugye idén a Finországi világbajnokságon, amit ugye egyébként minden normális esetben Budapest rendezett volna, de ez egy nem normális eset volt. Csak hogy egy picit ugye a 2023-at is értékeljük. Menjünk át a következő táblázatra, ahol azt próbáltuk meg megmutatni, hogy pontos, amiről beszéltünk, hogy a, az ellenfél sem mindegy, hogy kivel játszunk, és csináltunk egy olyan kisles pontszámítást, hogy a lejátszott mérkőzés sen megszerzett pontok legyen, az felkészülési, vagy olimpiai selejtező, vagy bármi. Mérkőzésen megszerzett ponthoz hozzáadtuk azt, hogy a világranglista helyezésen elért pontszám, osztva ezerrel, a magyar csapatéból kivontuk az ellenfél Pontszámát. Magyarul, hogyha a mögöttünk játszó csapattal játszottunk, akkor ez mínuszpont volt, illet nyerni. Tehát egy, mondjuk egy félpontos lemaradásban lévő ellenféle szemben, ha nyertél három pontot, akkor csak két és fél pont lett a, a kisles pontszámítás alapján a megszerzett pont. Viszont, hogyha mondjuk egy Kanada ellen vereséget szenvedtünk, akkor is még pluszpontot lehetett szerezni. Ugye láthattuk az előző táblázaton, hogy összességében véve 56%-ban a világranglistán előttünk lévő csapattal játszottunk, tehát azt gondolom, hogy még egy picit segítettünk is a megszerzett pontok tekintetében, vagy a megszerezhető pontok tekintetében. Ezeket a statisztikai adatokat, a teljes táblázatot, a teljes adatbázist, amit földolgoztunk az elmúlt héten, ezt majd a kisles.hu-ra föl fogjuk tölteni, ott lehet majd böngészni ezeket. Jelezni fogom azt is, hogy mikor lesz ö, böngészhető állapotban. De amiről beszélgetni szeretnénk, az az, hogy itt a bal felső sarokban a képen jönnek, az látszik, hogy 2008-tól 2023-ig mi a trend. Az ez alapján, a pontszámítás alapján megszerezhető pontok tekintetében egy folyamatos csökkenés van. Körülbelül átlag 2 pontról lementünk átlag másfél pontra. És ez szerintem mindennél többet mutat, mindennél többet jelent magyarul. Az ellenfelek erősségét is figyelembe véve is folyamatosan gyengül a magyar ékonok válogatott teljesítménye a megszerzett pontok tekintetében. Idén a 26 mérkőzésen szerzett négy győzelmünk, az arra elegendő, hogy 0,99 század pontot szerzett a magyar válogatott, ami kicsit megtekert pontszámításunk szerint. Külön alul a képernyőn lehet látni, hogy a felkészülési mérkőzéseken, világbajnokságon, illetve olimpiai selejtezőkön milyen pontszámokat tudtunk megszerezni. Ami a lényeg, az olimpiai selejtezőket ha kivesszük, akkor is látszik az, de ha az összesítésbe betesszük, akkor is látszik, hogy folyamatosan gyengül a teljesítmény. Tehát a 2008-as úgynevezett szaporói válogatott, hoz képest a jelen pillanatban, idén egyébként az ácsoportban összességében véve még mindig azt lehet mondani, hogy bőven megfeleltnek tekinthető teljesítményű magyar válogatott is sokkal, de sokkal gyengébb. Ez a félpont differencia, én azt gondolom, 15 év alatt nagyon sok. Ha azt veszed alapul, hogy ez alatt a 15 év alatt óriásit fordult a világ, mert 2008-ban ugye hallhattuk Kovács Zoltántól, hogy gyakorlatilag behazudták azt, hogy megvan a pénz, és utólag szereztek rá szponzorokat, jó esetben, vagy éppen veszteséggel tudtak meghívni válogatottakat, azóta ugye látványsportággá fejlődött vagy fejlesztette a magyar kormány a jégkorongot. Ömlik bele a pénz, a teljesítmény viszont nem, hogy nem javul, hanem romlik. Ez pont, pont emiatt szomorú szerintem, hogy, hogy ebbe az nincs is benne, hogy mennyivel javultak a körülmények, akár jégfelületben, ugye, Kovács ez pont ezt említette, hogy rengeteg minden héten van egy jégpálya átadó. Az, hogy mennyi pénz megy bele a sportákba, és tűnik el, vagy, vagy rosszul elkölt, vagy nem mondom azt, hogy ellopják, mert talán annyi nincs benne, hogy ellopják, hanem, hanem inkább azt gondolom, hogy, hogy ez rosszul van felhasználva, ez a hűtlen kezelés típus uh -huh. Mert ha még ezek nem lennének, akkor is szomorú lenne ez a tendencia, mert szerintem szóval ez az, ami a legtöbbet mutatja. Tiába vitatkozunk, vagy vitatkoznak akár a, a, fészen hozzászólásokba a, a szurkolók, hogy, hogy éppen hogy játszott a válogatott, szerintem az nem sokat mond, kiragadunk egy-egy meccset, vagy, 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 egy ilyen kétnapos tornát, hogy most nulla gólt lőttünk, nulla öttel jöttünk haza. A ez, 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 ez szerintem nem olyan sokat mond. Egy ilyen 15 éves tendencia, na ez igen, és sajnos ez is elég szomorú. Hát és hogy, hogy még nagyobbat nyíljon az orla, akkor tényleg tett hozzá azt, hogy mennyi pénz lett benne, hány csarnok épült 2008-tól 2023-ig, és mennyivel nőtt az igazolt játékosok száma. Igen. Az a, az a baj ezzel az egésszel, hogy ugye, amikor mi elkezdtük ezt az egész beszélgetős sorozatot, akkor arról beszélgettünk és azt próbáltuk fejtegetni, hogy szurkolói szemmel milyen a magyar ékorunk. És aztán egyszer csak elkezdődött az a tendencia, ami, ami itt is látszik a trendvonalon a mi adásunkban is elkezdődött ez a tendencia, csak mi már mondjuk 2021-22-ben is kongattuk azt a bizonyos vészharangot, és, és nem, nem, nem történt semmi. Persze nem a mi adásunk, vagy a mi beszélgetésünk, vagy a mi véleményünk fogja megváltoztatni a magyar jégkorongot, de azt gondolom, hogy ha már ezt a szurkoló is látja, akkor baj van. Akkor baj van. Nem látja. Már oda hogy nem látja. Tehát én oda akartam kiukadni, hogy Látja ha, mi, ha, ha mondhatjuk, hogy károgunk, hogy, hogy károgók vagyunk, de ha, ha mi szurkolóként így látjuk, eltűntek a lelátóról a szurkolók, a válogatott mérkőzéseken is, és, és mi, mi minden rosszabb lett, ak akkor és közben jön egy dombekedem, aki azt mondja, hogy sose volt ilyen jó. Hogy most hát jó. Az... Tehát, tehát mi vagyunk az egyik oldal, lehet, hogy mi vagyunk az egyik véglet, a másik meg és valahol a kettő között van az igazság, de, hogy, de hogyha a szakma ennyire nem látja, hogy hogy baj van, vagy hogy van, vagy, én nem is tudom. Akkor miért van a szakma? Akkor én nem állítom, nem is értem. Figyelj, én nem állítom azt, hogy az, amit mi mondunk, és ne, esetleg negatív színben tünteti fel, akár a magyar jégkorong uh, marketing tevékenységét, akár a magyar jégkorong teljesítményét, ezek puszta egyszerű számok. Nem bonyolítottam túl a, 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 a statisztikát, azt mondtam, hogy megnézem, hogy ki ellen játszottunk. És egyszerűen felhasználtam a világranglistán elért pontszámokat. Semmi extra nincsen benne. Ez azt mutatja, hogy ha mi kikaptunk, itt a példa látszik. A 2021-es Olaszok ellen nyert mérkőzés egy olimpiai selejtezőn az a három megszerezhető pont mellett összesen 453, de ott van a 2009-es uh, Zürichi világbajnokságban, egészen pontosan Bernben, kettő egyre németek ellen elveszített mérkőzés, ami nulla pontos lett, de még így is 1,77 század pontot ér a magyar csapat számára, a mi pontszámítási metódusunk szerint. Tehát még, még azt gondolom, hogy még kozmetikáztam is pozitív irányba ezt a dolgot, mert, mert azért nem mindig, min, nem mindig számít az, hogy ki ellenjátszol, Ebben nincsen benne azt, hogy az ellenfélnek milyen volt a válogatott kerete, hogy a svédek ellen ö, ők idejöttek-e a B, C vagy D válogatottal, vagy az F-fel. Azt mondtam, hogy a svédek, a svédek, a németek, a németek, az olaszok, az olaszok, stb. Az látszik, hogy játszunk millió mérkőzést a lengyel, osztrák, szlovén, olasz, ukrán csapatokkal, mert az olaszokkal 19 meccset játszottunk ez alatt a 15 év alatt. Tehát évente több mint egyszer találkozunk ugyanazokkal a válogatottakkal. Itt jön ki a könyökünkön, nekünk szurkolóknak, és nem véletlen. És akkor itt rá lehet kanyarodni arra, amit Albi te mondtál, hogy a válogatott mellől eltűntek a szurkolók. A blog nyugdíjazta őket két éve, de itt nem erről beszélünk, hogy mi, akik annak idején kim voltunk Zürichben, meg ahogy szólt a mondás, elmegyünk bárhova, mi négyen nem tartoztunk közéjük, és most Tomot is ide veszem, hogy bárhová elmentünk anyagi, egyéb okok miatt nem mindenhova tudtunk elmenni, de rengeteg helyen ott voltunk mi is, külföldön is és belföldön is, mérkőzéseken, világbajnokságokon. Nem, nem érzek fékevesztett késztetést arra, hogy az olimpiai selejtezőn ott legyek. Ez elképzelhetetlen volt 10-12 évvel ezelőtt. Az is, hogy ahogy Bartali is is lemondta a válogatottságot, én áprilisban Mexikóba megyek nyaralni. Mm -hmm. Nem Ezt leszek nem. ott Bolzánóban. Mert néztük szállás, így, nem. úgy, nincs szállás. Nézegettük, és a vége az lett, hogy. Ah. Nincs, igen, nincs bennünk az, hogy, hogy úgy, de rossz, hogy nem megyünk. Tehát nincs az a nagyon, hogy kihagyhatatlan lenne. Nem. A másik, tenni, amit egy kicsit a... érzek, bocs, hogy szállodvágok, ez a szövetség részéről szerintem, mintha mintha a politikát nézném. Én ugye külföldön élek, és néha megnézek egy magyar híradót, és tök jókat kacagok. Tehát ott, ott, úgy, ott tök úgy gondolkoznak, és szerintem a szövetségbe is, mintha még lenne vasfüggöny, és az emberek nem lépnék át a határt, és nem tudnák, hogy mi van máshol. És amikor azt hallod, hogy hogy hüde jó meg, meg a hokit nem lehet eladni, és akkor valaki meg kiposztol egy német harmadosztály 5129 nézővel, és odaírja, hogy a hoki az nem szar, de nem, nem kirívóan jó, vagy hanem egyszerűen eladják programokkal, a körülötte lévő dolgokkal, és kimegy az az 5200 ember. Német harmadosztályról beszélünk. Mondjuk politikát ne keverd ide, mert az sokan elhiszik, hogy, hogy, azt mondják, hogy igen, tényleg úgy hallottam ezt majd adáson kívül, mert csúnyákat fogok mondani egy, egy egykori híres mint mondott egy iszonyú nagy barátságot, de nem, menjünk bele. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy, hogy igen, itt, itt valami nagyon elvarhontva, és, és biztos károgunk is, mert, mert ilyenek lesz, vagyunk, de szurkolók látjuk, és nekem az a legszomorúbb talán, hogy, hogy az utóbbi nem tudom, néhány hónapban azt vettem észre, hogy már nem is vitatkoznak velünk sajnos a szurkolók, hanem hmm. egyetlenek, ami még rosszabb. <laughs> és nekem, az a borzalmas, hogy megjelenik egy válogatott keret, a Klagenfurti keret, és nem volt hozzászólás. Igen. Tehát eljutottunk oda, hogy már ez érdektelenné Vajta. vált, és igazából a legrosszabb az tényleg, hogy, hogy az elején, mondjuk egy-két évvel ezelőtt, ugye most már márciusban lesz negyedik éve, hogy csináljuk ezt a kislást, de az egy-két évvel ezelőtt még, ha mi nagyon támadtunk valakit, szövetséget, marketinget, teljesítményt, bármit, akkor jöttek azok a kommentek, hogy nincs igazunk ezért, nincs igazunk azért, nem jól látjuk ezt, nem jól látjuk azt. Sőt, szakmai oldalról is, játékostól, edzőtől, stábtaktól is jöttek olyan üzenetek, hogy ezt, vagy azt, vagy amaszt nem jól látjuk. És azt gondolom, hogy ami most nem jön, az nem azért nem jön, mert ezek hülyék, úgy se értik, hanem mert már sajnos azt is kiderült, hogy igazunk van. Nagyon-nagyon sok mindenben. Biztos, hogy nem mindenben. És biztos, hogy lehetne ezt sokkal pozitívabban is közvetíteni, lehetne ezt sokkal pozitívabban is kommentálni, de mi nem arra esküszöm bárkinek, hogy mi nem arra szerződtünk itt háttérben egymás között négyen, hogy mindenáron áron a magyar jégkorongot, imádjuk a magyar jégkorongot, bármit megtennénk érte, de elkeserít, ami most zajlik. Képes vagyok vitatkozni azon az asszony, hogy most meccset kell nézni, és nem megyünk ide vagy oda, még a mai napig is leülök úgy meccset nézni, hogy lehet, hogy csapkodás van belőle, de de valami nem kerek, és, és félreértés ne esik nem, tehát mi ennek nem örülünk, nem azért csámcsogunk rajta, mert jaj, de jó, hogy így van, mi nagyon-nagyon szeretnénk jó jégkorongot, mi nagyon-nagyon szeretnénk katarzist, VB-re járni, élményeket. Még csak nem is a jó jégkorong hiányzik nekünk. A hangulat. A hangulat, a, 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 az a fajta összetartás, az a fajta lelkesedés, amit szurkoló, játékos és vezető és táptag bele tudott tenni. És még most is megvannak ezek az emberek a háttérben, akik beleteszik, akik lelkesek, akik, akik megalkuvást nem tűrően csinálják a dolgokat, de sajnos a felszínre már igazából az kerül, hogy igénytelenség van, hogy, hogy nem törődömség van, hogy, hogy, hogy elnézést a kifejezésért, hogy leszarják a teljesítményt, mert nem az a cél, hogy... Figyelj, elmúlt az elmúlt két hét úgy, hogy az összes válogatott eseményt rosszul írták ki, valamit, tehát rossz linket, rossz időpontot, rossz helyszínt. Nekem meg az jut eszembe, amikor kikaptunk otthon kórjáttal, és utána gerillaszurkolás, és mentünk uh -huh. ki a csarnokba, és, és így néztek a játékosok, hogy most mi van? Igen. Hogy ezek hova lettek? Hova lettek? Hát... Tudod, szerintem belefárad a szurkoló ebben egy idő után. Tehát ez a... Ugye sok, sok jó kommentet lehetett olvasni a... Hát én azt mondom, hogy az utóbbi hetekben, de az utóbbi fél évben bármiről. Tehát a... Most nem fogok tudni visszaidézni, de, de voltak benne nagyon jók. És ez, hogy, hogy, hogy ebbe belefáradt a, a szerintem a szurkoló is, és én az Istinak a nyilatkozatán is azt láttam, vagy azt vettem le belőle, hogy inkább ő elfáradt ebben. Mm -hmm. és Én is azt Ezt akartam, a... mondani, hogy szerintem nem. Ugye sokan azt gondolják, hogy Dom Academy miatt nem akar menni. Nem. Szerintem nem. Szerintem ez egy hosszú folyamatnak a vége. Így van. Így van. Ez, én egy nagyon hülye példát tudok ezre mondani. Az előző munkahelyemen bementem az öltözőbe, és, és egy ilyen öltöző. Biztos láttad már mindenki ilyen öltöző szekrényeket. Itt tök, szekrény, ott szekrény. És a pad hm? eltört. A mi sorunkban eltört a pad. És írd és mond, a kollégám, aki ott dolgozik, a volt kollégám, azóta sincs ott pad. És én ötször, tízszer mentem be a, a HR-re szólni, hogy egy széken van ott, és hatan öltözünk egy széken. Ami azt mondott, hogy arra, hogy ez egy hülyeség, igen, hülyeség, csak, csak szerintem ez egy ó, arra példa, hogy bemész a HR-re, és igen, 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 és leszarják. És utána bemész egy két hét múlva, és leszarják. És nem hiszem el, hogy a cégnek nem lett volna lóvéja egy padra. A leszarják. És szerintem itt, itt jön ez, hogy a, az Istinél is nem, nem hiszem, hogy a lóvé a gond. Nem a lóvé. Biztosan hogy nem az a lóvé. azzal kezdte, hogy a nem tudunk szopi megtölteni szopi egy tüskét. De inkább az a gond, hogy, hogy a VB után úgy kell hazajönni jóformán üzébe szerelésbe, kis túlzással. Tehát, hogy ez, ez. Az ilyen elmondtam a hogy bement az elnök, hogy az ideje megszerez az első átcsoportos győzelmet, ami már 7 évvel előtte meg volt. Tehát egy ilyen... Az utolsó gond lenne, ha minden más rendben van, ez föl sem Csak ha, csak minden szar, akkor tudod, ezt is oda De itt van. azt mondom, hogy ez, ilyen egy csepp, még egy csepp, még egy csepp, és akkor... Igen. A gerilla ugye Koreától kikaptunk, másnap megvertük a kazakokat, azóta se soha. Ez eltűnt. Meg azt, ez eltűnt. Teljesen eltűnt. A baj, hogy, az a, hogy a, ugye ilyen hozzászólások is talán jöttek, hogy nem mennek ki a szurkolók, és hogy ugye szerintem ez egy ilyen ok-okozat. Ok Tehát, hogy uh -huh. ők is akkor tudnak gondolom jobb teljesítményt kitenni, ha tele van legalább a tüske. Nem egy, nem egy Kanada elleni, annak idején a BES, meg mondjuk nem tudom hányan voltak a az MBM-domba. De az a lényeg, hogy szerintem ez kéz a kézben kéne, hogy járjon. Soha Tehát nem adatott egyszer. meg, hogy nézők előtt játszak, de szerintem az egy óriási motiváció. Tehát akármilyen szar vagy, biztos, hogy dob a teljesítményeden egy 10-15%-ot. Hát lehet, hogy a válogatott sem úgy játszik. Nem fogok ügyesebben focizni, mert ugye mi fociztunk sokat, de nyilván lehet, hogy két kilométerrel többet futok a fél óra hát, alatt. A, 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 mert... amit, amit ugye, amit ugye Garát mi mondott, hogy hogy ott a logó van motiváció, ott a szurkoló van motiváció. Ez ilyen egyszerű. Hát ha nem, akkor bekiabálnak. Hogy... De, de hittem, ez én... egy amerikai én... egy egyetemi baseball érted, és, vagy egy, no. egy amerikai focit, és olyan szurkolások, olyan bevonulók, meg mit tudom olyan, de tényleg ezeket a delles meccseket másod, harmadosztályt megnézed, hogy el van adva, meg, meg, meg igen, nagyon sokat hibázott a szövetség is, ugye anno ezzel a törszurkolói, aztán nem is tudom, hogy mi volt először, és akkor utána a regisztrált szurkoló, megsértették vele a, a tényleg törszurkolókat, nem tudom, hogy utána próbáltak-e kommunikálni velük valahogy, vagy ezt, de szerintem nem. Tehát, tehát nagyon sok ilyen apró dolog van, a, 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 szerintem a válogatott játékosok felé is, meg a nézők, szurkolók felé is, amit így, így elszúrtak. Szerintem azért szúrták el. Lehet, hogy most nagyon okos leszek, vagy nagy hülyeséget mondok. De amikor a legjobban megy mind a csapatnak, mind a szurkolóknak, akkor nem hátra kell dölni. Uh -huh. Akkor kell még jobban taposni a vizet. Mert az, mert az akkor, ha nem csinálod, akkor ez lesz belőle. Ez lesz belőle, ja. ez a trend. Innen hát, meg nagyon nehéz visszahozni. A hát, egy... A táblázat kapcsán beszéltünk, hogy 2000. 2005, 2011, 2013, 2018, ezek a hazai rendezési világbajnokságok, és aztán csönd. Uh -huh. Hát pont, igen, tehát 13 óta nem igen. rendezett semmit. De most, de... most ugye volt egy junior VB. 18-ban még volt Pesti VB, de... De ez, ezek hiányoznak, a nagy csapatok a pénz nélkül tudott rendezni és idehozni, és hallottuk, hogy, vagy gerillába nyomták azokat a tornákat, amit tudom én, tehát ilyen, ilyen póker vagy rulett stílusba, de, uh -huh. de legalább volt, és működött, és mégiscsak működött, és mégis kiment, megtelt a paplászló László a Pannon arénák, vagy a kupákon. Egy Pannon kupára megtelt, most meg, most meg egy, egy olimpiai selejtezőre nem fog, pedig annak idején, most amikor csináltam a statisztikát, ott volt az a bizonyos olimpiai selejtező a paplászlóban Lászlóban, végig telt ház előtt, amikor ugye a hollandoktól kikaptunk 7-6-ra, Hollandiától kikaptunk, és akkor sem arról beszéltünk, hogy temetjük a magyar jégkorongot. Mert az egy olyan meccs volt, amin, amin a hollandoknak minden bejött nekünk, meg semmi. Nem játszott jól a válogatott, de nem, nem eszembe nem jutott a következő válogatott meccsre nem kimenni. Eljutunk oda, hogy ma rendeznek egy sárközi emléktornát, vagy bármilyen <kül> válogatott eseményt, és inkább Remélem az asszony nem nézi egyetlen adásunkat. Se. Inkább kerülöm a konfliktust, és Ezt nem megyek ki. És de nem de megyek de 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 ki, rád, mert. Ráadásul mert, 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 nem de is rólunk legyen szó, hogy 46 évesek vagyunk, meg ugye megélhettük a szaporót, meg mit, tudom én, és, és lehet, hogy egy kicsit jó vagyunk lakva, és. és de, de a mai fiatal az mire Hát Ő foci meccsre fog menni a mai fiatal. Mert megtelik a pus, puskás aréna, és hogyha a válogatott véletlenül nem is nyer, Ugyanazt, ugyanazt, a lelkesedés, ugyanazt az önfeláldozó játékot látja, amit mi annak idején láttunk Godóéktól, és, és 50-60 ezer ember kint van egy mérkőzésen, ez nem lehet szar a hangulat. 6-8 ezer ember kint volt a BS-ben, emlékezzetek vissza, amikor a mobil építették a másik végébe a paplászlónak, mert nem, nem volt elég jegy, nem volt elég hely, igen. Aztán a következő vb re már nem engedték, mert az egyébként full illegális volt. Persze, hát sok, sok ilyen, igen, meg. Mert... meg egy tüskét nem tudunk. Beszélni, sikerül le majd beszélni Godóval, én, a, én az u is persze tök jó, hogy maradtak, de, de, összességében szerintem az is egy gyenge teljesítmény volt, és, és tényleg minden egy picit úgy lefele tendál, és amit beszéltünk, hogy, hogy mekkora merítés lett, hány csarnok, mennyi edző, mennyi égkorongozó, és, és mégse jött ki belőle az, amit vártunk, de a közelébe se. Hm. Ahhoz képest, hogy nem akartunk nagyon évet értekelni, sikerült szerintem. Csak pont most mondanám azt, hogy olyan kisleses módon megint negatívra, de hát ezek a, ezek a számok, ezek. Ahogy... Az, a baj, az a baj szerintem, hogy mi ezt mindig negatívnak gondoljuk holott akkor megint idehozom azt a példát, lehet, hogy az elmúlt adásban is elmondtam, és lehet, hogy már előtte is, hogy a magyar labdarúgáson szerintem nagyon sokat javított az, amikor a Szalai Ádám 2013 ban az ominózus int nagy interjút adta. Azt szerintem egy rohadt nagy lökés volt. Tehát ő az, az a baj, az nem meg... amit te mondasz, amit mi mondunk, az nem negatív, ezt látjuk. Igen, Ez ezek van, tények. Persze szubjektíven kommunikálva a tényeket. De, Ugye, de most itt van Bartal is mindenki. bocs, itt van Bartal is interjúja. Ugye ez egy, ez egy karácsonyi beszélgetés, ahol mellesleg, mellesleg. és Ez már eleve egy probléma, hogy mellesleg felmerül a, a válogatott kérdése. De oké, okay, a, a struktúra az arról szólt, hogy mi van karácsonykor, hogyan működik egy jégkorongos család karácsonykor, mit teszik, mit alszik, stb. Bartal is azt mondja, az első mondata gyakorlatilag az volt, hogy nem tudunk megtölteni egy tüskét. És azért az, az elgondolkodtató, hogy nincs értelme. És, és én most nem akarok senkit lázítani, vagy, vagy hergelni. De Isti szerintem csak egy ennyire pici részt mondott el abból, ami, ami van e mögött, a mondat mögött. Ha Isti lesz az egyetlen, ő belőle nem lesz Salai Ádám. Hát még nem bontotta ki ezt a storyt? Még nem bontotta ki? Lehet, hogy ki fogja. Szerintem ki kéne, mert mondom, az, hogy őszintén elmondjuk, hogy esetleg mi a baj, az, az azt szerintem segíthet. Egy Biztos vagyok benne. Egy ilyen tisztulási folyamatban. Vagy tehát látni kell, tehát ez nem lehet másképp. Tehát nem lehet a szúnyeg söpörni, meg kell mutatni, hogy a, mi a tendencia az elmúlt 15 évben, és akkor fejünk kapunk, hogy tényleg ennyire rossz, és ennyire rossz, a számok nem hazudnak. Hmm. Pedig abban mi szarok vagyunk, de ezek tények. És nem a blik, blikkesedés, vagy az ilyen fajhá, hírhajházás miatt lenne jó, hanem, hanem egyszerűen tényleg jó. Tehát De Tehát az legyen, hogy most lemondja öt alapember a, a válogatottságot, és nincs és kész, hmm. hanem hanem valami tényleg, Ter... legyen, meg, legyen meg az akar, oka. legyen meg az Ugyan. oka. Ugye Szalai Ádám arról beszélt, hogy miért nem tud a válogatott eredményeket elérni. De, de erről, mi erről beszélünk, hogy Igen. gyakorlatilag múlt is beszéltünk róla, hogy van egy gallóvilünk, meg egy sebünk, sebőkünk, és nem... esetleg egy erdély családunk a Dán bajnokságban, Pális Bence a Norvégban, aztán nagyjából pont, ami a... Zából annyit a... Adott a Szalai Ádám, hogy rossz helyen van a létsz nincs jogunk elvárni ennél jobb eredményt, mint akkor a válogatott el, elért. Itt, ez, itt lehet párhuzamot hozni. Itt lehet. Most, amit a, amit a magyar jégkorong egészen, én mindig úgy beszélek róla, mert ugye ez egy csapatsport, de ez csak úgy működhet, ugye Albi mindig hozza a Liverpool példát, hogy, hogy nem lehet előre megvenni a meccsjegyeket. És, de az nem tegnap óta van, hm. tehát azok 40 éve dolgoznak, tudod? És ezt ugyanígy lehet csak a jégkorongban, és nem lehet, há, nem lehet azt, hogy most holnap után megtelik a tüske. Meg lehetne Igen. csinálni, a hadsereget, vagy nem tudom. Persze. De, de szisztematikusan szépen lépésről lépésre. És, és, tényleg azt kéne, hogy biztos bonyolult egy ilyet összefogni az egész magyar jégkorongot. És hogy az erzte is igenis profi legyen. És igenis ne álljon ott a, a Mihály Árpi mez nélkül, amikor mindenki hozza a Mert akkor, akkor nem kell elindulni bajnokságba. És most nem a Brassó ellen beszélek, Ja. Hát mondd, hogy mellettük beszélek. Így Nőjetek fel a feladathoz, csak ahhoz húzzuk meg a lécet, és akkor mindenkihez tartsa magát. És ne legyenek, ne legyenek különbségek. Vagy, akkor csináljunk kis nem Nem tudjuk majd, csináljunk jót. Ne, ne az legyen, hogy jó van ez így. Ne legyen Már... ez a magyar narancs legyen. Hanem ha nem, ha nem... Csináljunk, csináljunk narancsot. Lehetne pénz van rá, az... igény, igény nincsen rá az a baj azok között, illetve, és az a baj, hogy mindig megsértődhet valószínűleg az, akiben megvan az igény, csak nem tudja, mert nem engedik, vagy nincs, nem elég ő egyedül, vagy páran ahhoz. Alapvetően azt gondolom, hogy még mindig van a magyar jégkorongban olyan személy, nem is egy, akire lehetne építeni, akinek a tudására, akinek a tapasztalatára, a kapcsolatrendszerére, a lelkesedésére, a sportág iránti szeretetére, alázatára lehetne építeni. De nem kihasználni kellene ezeket az embereket, hanem használni. Nagyon sokszor a magyar hoki múltjában nagyon sokszor egy-egy emberen múltak a dolgok, egy, egy Studnickin, egy Ocskai Gáboron, egy Kercsó Árpádon. Uh -huh. Nagyon sokszor. De... De, de őket nem kihasználták, hanem használták. Igen. Igen. Még ha ez csúnyán ez is hangzik. Igen, mert nagyon pozitívan boldog új mi mindenkinek. <laughs> de most hány százalékod van, mert még van egy Erste meg még van egy Ice ligánk, amiről beszélgetnénk. 14. Ennyi? 14. Akkor még a Erste azért csapjunk bele. Jó? jó? Erzteriga. Mutatok tabellát, jó? Mert az, a, az a biztos abból, abból értünk, meg hát azért az elmúlt időszakban voltak meccsek is, nem is kevés. Ugye időrendi sorrendben föntről lefelé, visszafelé haladva. Jó, mondtam én, hogyha nyert volna a Miskolcot, a Gyergyót. Ha nyert volna a Miskolc, de nem nyert, mert ma 6-1-re kikapott Debrecenben, ezen a mérkőzésen. És én... nem? Hogy? Ami az elég nagy meglepetés. Igen, igen, ezen a mérkőzésen én egy picit azt gondoltam, hogy a Deacnak minden jött a DVTK-nak semmi. Hetényi Zoli nagyon jól védett, Vorisszal sem volt probléma, de valahogy a kipattanók és egyéb dolgok. A Deac egyébként én szerintem ezen a mérkőzésen megérdemelten nyert. A Fradi hosszú-hosszú idő után második mérkőzését is megnyerte, ugye a múlt héten beharangozott BA elleni mérkőzésen egy nagyon magabiztos, nagyon azt mondom, hogy sima győzelmet aratott a Fradi. Csíkszered a Brassó 1-0, a mérkőzést magát nem láttam, semmi meglepő nincsen abban szerintem, hogy a Csíkszered a legyőzte a Brassót, abban sem, hogy ez egy nagyon szoros meccs volt. Amit én ezek közül a mérkőzések közül kiemelnék, az a december 20-án lejátszott Dabújpest 6-0. Ja, igen. De az már olyan rég volt, hogy elfelejtettük. Hát elfelejtettük, de azért én, én idehoztam. Tehát a Dunai Város ugye megmutatta, hogy lehet kettő gólos hátrányból is meccset nyerni, mert így tudtak nyerni Gyergyóban. Sőt, a Fradi ellen is pontot szereztek 0-2-ről, de közben pedig az Újpestet 6-0-ra elintézték. Azt az Újpestet, amelyik a Kerek István elemzése óta mély repülés. Jó, hát az egy nagyon hosszú sérült lista volt, meg tényleg nagyon sok fiatal, meg három sorral, meg, 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 mindig bejött még, még egy, egy sérülés. Reméljük majd, hogyha ott a védelem visszakerül helyére a védelem, akkor, akkor talán összeszedik a bajnokság elejé formájukat. Nekem a Fradi-ra térnék még vissza, amit mondtál, ugye az a bl 4-0, hogy amikor, így, am, amikor, fejben, vagy így, amikor mentálisan fejben ott van a Fradi, és, és oda tudja rakni, hogy első cserébe gól, uh -huh. és akkor annyira más kategória. A Fradi kilóg ebből a bajnokságból eddig az eddig lejátszott 21 pár mérkőzés alapján, és ezt nem azért mondom, mert mert vezetnek x ponttal, hanem azért, pont emiatt a 11 másodperc után ez elért góllal. Hogyha visszanézi bárki az összefoglalót, nézze meg, hogy elhozzák a bulit, és a, a, Fradi játékos kettő VIA védő között úgy korizik, mint a veszettegér, és ennek eredménye az, hogy ő be tudta passzolni, és egy védő botján oda csorgott, és utána lett belőle egy vezető gól a Fradinak. Innen indul a történet, 11 másodperc után a BA uh, kényelmesen beleállt a meccsbe, a Fradi pedig picit vért ivott, és picit de, Meg akarta nyerni a meccset, és ezt a nulladik másodperctől kezdve tette, és igen, tehát hogyha a Fradi a játékra koncentrál, és nem a rombolásra, akkor a Fradinak megvan az a potenciálja, hogy ezt a bajnokságot torony magasan megnyerje, nem csak a magyar bajnokságot, hanem az Ligát is akár, látva azt, hogy a Gyergyó is bukdácsol, látva azt, hogy a Csíkszereda még igazából mindig nem támad fel, és ugye még mindig azt mondom, hogy nem meglepő, de még mindig a b a második a bajnokságban. És ugye a szezon elején én mondtam, hogy a b nak a kerete az nagyon kemény. Jó, mondhatjuk ne csak nem, nem, Nem erre akartam kitérni, hanem arra, hogy viszont ez a keret, ez arra elég, hogy a. értsétek jól, a maradék kilenc csapatnak az élén álljon. Nem, szerintem egyébként már néha elhiszik, amit a Billa mondta, hogy ők egy kis csapat, és, és nem, nincs meg az önbizalom. De ezen a meccsen is, ha nézted, akkor egy szerintem kellett egy 10-12 perc, mire fölvették azt a ritmust, amit a Fradi játszott, és akkor utána már nem volt olyan nagy különbség. De, de egy, ilyen, kényelmes tempóba kezdtek bele a meccsbe, és az, úgy benézték azt az első két gólt, meg az első 10 percet, hogy tényleg csak, csak a hátukat nézték. Mire, mire fölvették azt a fordulatszámot. Na de ezt mondom, hogy, hogy, ezzel, ezzel a Fradi meg tudja nyerni simán ezt a bajnokságot. Igen, de, de nem arról van szó, hogy a Béja ne tudná azt, csak nincs rákényszerítve szerintem nagyon sok meccsen, és amikor rá van, akkor meg, meg időmire oda, vagy elhiszik, hogy vagy ezt volna kell tenni ahhoz, hogy... Jó, meg hát most akkor vagy, vagy... megint belemeltünk abba, hogy milyen szintű bajnokságról beszélünk, ahol nincsen rákényszerítve egy csapat arra, hogy az első-másodperctől kezdve oda tegye a csontot keményen. A Fradi még az is lehet, hogy ezen a héten eléri a, a lőtt gólos határt, ugye, amit a Volán a múlt héten már elért. Összességében véve az pedig a tabellára, hogyha ránézünk, a 47 pontos Ferencváros az első, a 22 pontos Feha az utolsó. Sokkal uh, jobban teljesít a Feha annál szerintem eddig legalábbis, amit vártunk tőle nagyjából mostanra vártuk volna azt, hogy elérik azt a szintet, ahol egyébként már hetekkel, hónapokkal ezelőtt tartanak. Igen. Igazából a, a meglepetést talán a Deac meg a Szereda a tabellán, de megint ott tartunk, hogy ha őket előrébb rakod, akkor kitraksz hátrébb. <laughs> kitraksz hátrébb, igen. Meglátjuk Nincs majd. Vagy. Nagy szeretékok amúgy, ha így végignézed, nem? Nincs. Tehát, a két Nincs. Jó, a végére persze kijön a különbség, tehát most ne az elsőt, az utolsó hasonlítsuk, de Tényleg, szidjuk-szidjuk állandóan szegény ezt a de, de azt lehet mondani, hogy kompetitív a bajnokság, tehát viszonylagosan azért össze vannak. Ami rázunkban. nekem talán ilyen hihető, vagy nem tudom miért, ugye a szilvesztő nyilatkozatában ki azt mondta, hogy a tavalyihoz képest is sokat fejlődött a liga. Lehet. 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 A játék színvonala, a meccsek színvonala, akár csak a mai Deac DVTK-t, hogyha veszük, kifejezetten jó meccs volt. És látszódott az, hogy most így utólag baromi okos vagyok, és nagyon könnyen mondom, de nekem az volt az érzésem, hogy, hogy a Deac vezetőgójáig a DVTK volt a jobb. És az ott megtörte a lendületet, hiába egyenlített a DVTK, nem tudta maga felé billenteni azt a lélektani pontot, amit a Deac a hazai pályán, és ma azt a deacot láttunk, amelyikre annak idején azt mondták, hogy a csalóhoki. És ma kurva jól játszott a deac. Igen. És még mindig csak a nyolcadikak. Tehát akkor lehet, hogy ki lesz, a, ki lesz a, nyolcadik, ha nem a deac. Ugye? Igen, nem sokára meg tudjuk. Nincs mások a bajnokságból, igen. De akkor a, majd még az adás végén visszatérünk rá egy picit, hogy, hogy milyen mérkőzések várhatók a következő héten. Az előszobában várakozik valaki. Beengedtek ezek, hallod? <gül> <gül> Sziasztok! Szia, Hát gratulálunk! De megy a felvétel, Köszönöm. egy csúnyát nem mondjál. Köszönöm, köszönjük. De várjál, ez most adásban lesz? Hát Igen. Az... Na rá! Ja, várjál, én nem tudtam. Én azt hittem, csak domálunk. Csak, csak úgy szoktuk. adásban is úgy szoktuk. Hogy volt hát ez? ez az gyerekek is. kértek karácsonyra egy-egy gólt, és akkor gondoltad, teljesíted? I aha, igen, ez pontos. pontos, hogy <laughs> volt. Nem tudom, én... a meccset. Hát bent, csak nem. az nem... a bútort szereltem össze. Hát akkor nem. Hát, <laughs> elmondom nektek, hogy ez a három gól az úgy lőtt össze. Lőttem egy üres kapus gólt, azt tényleg lőttem. A maradék kettőben meg ellőtték az ütőmet, és bepattantuk a kapuba. Második, <coughs> második a Tehát ez nem úgy van, hogy miért nem én kóvályogtam Tehát A másodikat azt a Janis Rommel jött a botomat, úgyhogy azt be tudott vágódni. A harmadiknál pedig szintén kapor a porakorongok, talán pont a forinz, fornél, fornél volt, és ott is kóvályogtam. Hát de ez Mindem, a hány me, év úgy, rutin, de. hogy mindig ott kóvályogsz, érted? Egyébként egy ilyen statisztikát kéne vezetni, hogy hány százalék van, mert vagyok ott a kapu meg megyek oda, és mennek be ezek a korongok, és egyébként a pont összejött, szóval így. Nem nem gondolom. Oda azokra a helyekre, ahova kell. Az ilyen egyszerű. Tehát oda sokan nem szeretnek bekorizni, ahova te bemész. Hát igen, mert ott ezért kap az a ember általában. A igen. kezedet vesédet, nyakadat. A. Úgyhogy, ja, az ott, ott kemény, de hát most a is abba én, én itt üzenetbe kérdeztem, hogy én nem is emlékszem, hogy mikor és kinek lőttél Mester 3 és akkor felvilágosítottál, hogy a vagy is volt a legutóbb? Igen, meg gondolkodtam utána, mikor jöttem utána a Mesterhármast, És még Miskolc előttem az első extra liga szezonban, amikor csatlakoztunk a ligához, a Trencsének hazai égen, azt hiszem az volt az utolsó. Vagy, vagy, a, vagy a Zsolnának, mert nem emlékszem. Uh -huh. Az volt az utolsó, és akkor az mi volt az előtt? Jó, nem tudom. Ő egyes, így nem tudom. Azt hiszem, legalább kézű, a jól, volna. Én, de én is, én nem Na, mindegy, mindenki beszél úgyis. <kül> én csöndben maradok. Beszéljetek. <kül> én csak azt akartam kérdezni, hogy, hogy, vagy kérni hogy egy kis élménybeszámolót, hogy milyen most a hangulat, és hogy készültök -e erre a nem is tudom, két naponta meccsek lesznek a következő időszakban. Hát ennek az a, az előnye, hogy két naponta meccsek vannak, hogy kevesebbet edzünk. Ez itt a Én ezt sokkal jobban szeretem. Uh -huh. És pont a a meccset játszunk, és hát ezért készülünk egyébként egész szezonban, amikor kevesebb meccs van, meg, a, meg az off-szezonban, hogy minél több mérkőzés játszunk. És hát oké, hogy most így Karácsony és uh, szilveszter között van minden másnak mérkőzés, de én személy szerint a sokkal jobban szeretem, mint mm -hmm. meccs, itt meccs, egymás meccs, között, egy héten egy meccset játszani. Itt egymás között beszéltük, hogy eléggé elfogyott a keret, de hogy most, ha kezdenek, itt a nemzetközi szünet alatt felépültek egy jó páran, de aztán mégis úgy láttam, hogy ilyen három egész sorral mentetek, meg talán még két csatára, tehát annyira nem nagyon lettetek többen. Ma? Hogy ez ilyenkor egy kicsit... Nem ma, még az előző meccsen. Ja, ott úgy bocs, És hogy ez ilyenkor mennyire, mennyire jó az, hogy három sorral mentek, tehát mindenki szeret hokézni, gondolom, örültek a jégidőnek egy darabig, míg el nem fáradtok. Illetve amikor így jönnek vissza a sérültek, akkor, akkor gondolom, hogy amikor kevesen vagytok kialakul megint egy, egy sor összetétel, kémia, hogy akkor ez így egy kicsit megtörik, vagy a visszatérő játékosokkal, vagy, vagy ez így hogy néz ki? Hát nem, nem, kifejezetten gondolkozunk ám így. Inkább azt mondanám, hogy ö, mindenki azzal játszik, aki vele az edző Ez az egyik. A másik pedig... Ö, ha, hát most van, jön betegség, jön sérülés, ez, ez a sportnak a belejárója. Úgyhogy ha három sorra játszunk, akkor három sorra játszunk, ha két sorra, akkor két sorra. Igazából nem nagyon gondolunk ebbe bele, Mindenki tudja a taktikát, mindenki tudja, mi a dolga, úgyhogy tulajdonképpen mindenki tud mindenkivel játszani, és mindenkinek tudnia kéne mindenkivel játszani. Ja, a rövid sorokkal szaladtatok bele két hosszabbításos meccsbe, ami addig csak egy volt ebben a szezonban. Az egyiket nyertétek, a másikon kikaptatok. Az, az mennyire fárasztó, az a plusz pár perc fizikailag vagy mentálisan? Hát ha mi nyerjük meg, akkor azért annyira nem, mert azért egy plusz löketet tud adni. Inkább a problémát ott látom, hogy az elmúlt három mérkőzésünkön mindig kiadtuk a vezetést a kezünkből, hogy így fogalmazhatok, mert mondjuk a forábelgi kinti mérkőzés az olyan, ez nem volt olyan, nem, nem az egyik top mérkőzésünk volt, ha így fogalmazhatok. Ennek ellenére ugye az utolsó percig vezettünk, és ugye kapus lehozatára. De ez olyan is olyan meccs is volt egyébként, kapusazatot ki tudtak egyenlíteni, aztán a hosszabbításban pedig behúztuk, és a linci találkozó is olyan, olyan kikimérkőzés volt végig. Egyik oldalon sem voltak olyan óriási helyzetek, és ott mégis tudtunk vezetni szintén az utolsó percig. Azt én személy szerint sokkal jobban sajnálom, hogy ott el szórakoztunk, ha mondhatom így, két pontot mondjuk a forráberg ellen, és egyébként ez ma is előjött, igaz, hogy egy kicsit előbb, és tudtunk reagálni az egyenlítő góljukra a következő cserében, de, de ma is előjött ez a probléma. Úgyhogy remélem ez nem lesz ilyen tendencia a szezon hátra levő részére, hát nyilván ezt az edzők is el fogják mondani nekünk. De ez fáradtság? Igen. Vagy ez, ez, ez fizikális, ez mentális? Azt szerintem fókusz csak. Uh -huh. Hát kújján, hiszi, a... egy kicsit a csapat, hogy megvan. Nekem hogy? Ott... É, nem tudom, nem tudom megmondani. Mm -hmm. Igen, nem, a második... mert az a baj, nem, én, én, én saját fejemmel gondolkodok, nem a többiekével. Azt pont láttam, azt szerintem ott fáradtság volt, nem beragadt a, a, egy sorunk, nem tudtunk bemenni cserélni a második meccs a linc ellen. Egy perccel a végén, ők már nagyon jöttek ránk, és ugye nem ügyetlenek ők sem, tehát elég jó benne voltak a flow-ba és ott lehetett valahogy érezni, hogy ú, kell ez, 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 nem lesz meg, és lehet, hogy emiatt. Én ott fáradtságot éreztem, hogy elhagytuk ott a zsugát a saját harmadban nem lőttük ki, vagy valaki elütött a fölötte, jobbkezes. <laughs> jobbkezes nem sok van, nem te volt. Nem tudom, hmm. tehát hogy ott úgy éreztem, hogy beragadt egy picit a sor, vagy lehet, hogy több, többször is nehezebben ment a, a csere. Hát nem tudom, 57. percnél voltunk. Úgyhogy előfordulhat. Ez, ez szintén a játék része. Mikor is volt az a másik? <laughs> Nem, igazság az. Péntek. hogy... Péntek. E... Nem? Jó, számolok. Csütörtök, pénteken volt. Csütörtök, igen. Hát azóta. Segítek egy picit. Péntek, várjál. Uh, uh. Erről beszél. Péntek. Ez az, ugye? Igen. Uh -huh. Há, jó régen volt ez már az igazság, short-term memory. Dekszünk, ugye, minden ilyen, minden ilyen, uh, mérkőzés a mérkőzésre élünk, mondhatjuk így, olyan, hmm. egy, mint egy, egy, egy cirkusz. És uh, az, hogy most hogy kikaptunk igazából, jó, hát persze ott, ott, ott szar volt, meg, meg nem volt kifejezetten jó után az a hangulat, főleg úgy, hogy ugye mondom, vezettünk az ötven mit ír 50? 58-44. 44. Igen. De, de tudtuk, hogy most az eredeti kikimecsüt játszottuk a Lince idegenben, úgyhogy back-to-back back meccsünk volt, szóval azért annyira nem mondtam volna rossz eredmények, ezt még így se. Szóval a túráról hazajöttünk két meccsen, három ponttal, ami talán annyira nem, vészt, nem mondanám vészesnek. Illetve azóta hogy el, tehát a karácsony nyava része, és most ma meg megint volt, úgyhogy ez a jó ebbe, hogyha minél több mérkőzésünk van, hogy ugye azonnal lehet javítani. Uh -huh. ez, ez a kiugró teljesítmény, hogy jött ki belőle? Azért az étrendet kérdezném, hogy a Mákos Beigliből termeltél többet, és az ópiát hatása volt ez, vagy? Mert ugye ez, ez mindig ilyen kérdés, ez a karácsonyi a volánál nem szokott jó lenni, de hát most jól sikerül. Hát nem. Nem, nem. nem ettem. Nem ettem, nem ittam. Ha ezt mondom. Akkor, akkor... azért. Nem mondhatják azt, hogy Bájgli kupa volt 26-án. Tehát nem ragadt rád egy plusz két ö... Nát, szóval azt tettem, ami, amit ami volt. Mondjuk töltött káposztát, abban ezt nem mertem most így meccsölet vállalni. De olyan finom rapörköltet csinálta az asszony, hogy azt azért meg kellett kóstolni véletlenül. Szakmai, ez egy szakmai podcast, elmondanám. Abszolút. Ékonok szakmai és a beszélgetni. beszélgetünk. De, 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 de azért azt tudni kell a hallgatóknak, hogy ha, ha, ha hallható, látható lenne az, amit az adás előtt szoktatok ti beszélgetni az Albival főleg. Hát ott aztán te az összes szakács tudásodat kiteregeted minden adás előtt. Tehát, hogy Látom, azt... <laughs> Pontosan, hát az az életrész. Ami egyébként nem kevés, teszem hozzá, tehát élvezett hallgatni Szarvit, az más kérdés, hogy... De magó, ez egyébként ilyenkor nehéz megállni, hogy mondjuk ne egy töltött káposztából? Te ilyenkor arra gondolsz, hogy ú, uh, ezt most nem ehetem, mert akkor lehúzza a seggem? Hát ennyi év után az már nagyjából tisztában van az ember azzal, hogy mi az a kaja, amit tudja, hogy ne, nem fogja megülni a gyomrát, és fog tudni mm -hmm. tőle játszani. Mm -hmm. Mondja az azt, hogy mondjam, hogy azért sütire rányultam. <laughs> Pedig azt mondták, azt mondta volt egy meetingünk, és mondta a személy, hogy azért ne zabáljuk tele magunkat sütivel, hát azért én egy két vendégvárót bekaptam, talán volt három is. <laughs> hát, az, az hogy hát, A hát cukor, cukor, cukor rövid távon megpörget? Tehát az rövid távon jó, csak utána hirtelen besavasodsz tőle, vagy ez, az miért nem jó a süti? Nem mert cukros, igen. Ha. Nagyon cukros, és azt hirtelen felvisz a vélcökből, aztán ledobja. dobja. Még, még egy dolgot had mutassak nektek, és akkor. Hát nem is tudom, hogy ezzel kapcsolatban kell-e bármit kérdezni, ez pedig itt a táblázat. Hát jelen pillanatban 9 pont előnyel vezetitek a táblázatot a linc előtt, akik ugye egy meccsel kevesebbet játszottak, tehát az barátok közt is akárhogy számoljuk minimum 6 pont előny. Nekem nem, uh, egy... nem igazából, csak hogy a Vienna kapitál, ezt mit csinál? De most komolyan, ez, ezt elhiszed? Hogy 11 -ek? Nem tudom. Ez katasztrófa. Hát a volnáról meg most erre mit tudsz mondani? Legyen, fújják le, nem? Tehát CHL. CHL-t akarunk. CHL. Az új csarnokban. Magó, itt vagy még? Igen, itt vagyok, csak... csak megdöbbentél, mi, hogy ti vezettek? Tedem a Nem, nagyon jó ránézni egyébként erre a, erre a táblára, de ne felejtsük azért tassá, hogy ebben az időszakban, ha jól emlékszem, játszottunk a Gráca, Asiágóval, innsbruck Innsbrucka, Pusztertállal. Kielen volt még meccsünk, volt Linz, ugye? Uh -huh. És akkor most jön, a, most jön igazából a fekete leves, mert lesz egy, ha jól néztem a programot, lesz most Villak, aztán Klagenfurt, aztán lesz majd Salzburg, meg Pusztertáli, szóval inkább most sem majd a, a, fogalmazhatok így a tabellának a fönti fele. Hát most, most a következő héten, illetve ezen a héten 28-án filak, aztán jön a Klagenfurt, és utána jön a jubjana január 1-én. Igen, úgyhogy amikor mikor, máskor, hanem ezeken a mérkőzéseken is, természetesen mondjuk minden mérkőzésen, de hogy ezeken a mérkőzésen kiváltképp meg kell mutatni azt, hogy ott van a helyünk, ahol jelen pillanatban van. Há, jól emlékszem, Dudu nem adta lejjebb azt mondta, hogy most is a 10-ből 7 a terv. Igen, a igen, és ö, ez egyébként tök jó, hogy ö, meg van mondva az, hogy mit várnak el tőlünk, és de van, egy, van egy cél előttünk a szegmensekre vonatkozóan. Uh -huh. uh -huh. Annak ellenére, hogy meccs, meccsre szeretnénk jól teljesíteni, és cseréről de mindenki szeretné a maximumát hozni, ez egy jó, rövid távú célkitűzés. Ez olyan kézzel fogható, mint azt mondani a bajnokság Igen. elején, hogy az első négybe kell végezni, nem? Az olyan, jó. Igen, ez talán a legmegfelelőbb szó, hogy kézzel, kézzel fogható. Köszi. <laughs> Igazán nincs vissza. <laughs> Én azt akartam kérdezni, hogy, hogy ugye eddig még közel vagy simán teljesítettétek ezeket az etapokat, az etapokra kitűzött célokat. Uh, Volt-e olyan helyzet, ha jól emlékszem, inkább a szezon elején volt az első, nem is tudom, hogy az nyolc meccses etap volt talán, ami ki volt. A második volt. A második volt a nyolc, első tíz, igen. Tehát, ott volt egy, volt egy pici bukdácsolás benne, hogy, hogy tudtok-e akkor ott belenyúlni abba a, a, a mutatványba, abba a flóba, amiben éppen vagytok, vagy, vagy az a mondás a Duduék részéről, vagy Tyler részéről, hogy no problem, megyünk tovább ezen az úton, mert ez így jó. Tehát hiába jött mondjuk két zakó egymás után. Hú, megmondom, hogy őszintén már nem is emlékszem, hogy akkor mi volt. Egy-egy vereség -egy után azért viszonylag hamar, azért nagyon sokat videózunk, és viszonylag hamar fény derül arra, hogy mi is volt az a játékelem, vagy mik voltak azok a játékelemek, amikben hibáztunk többet. Mm -hmm. az ellenfél volt jobb nálunk. Meg hát ugye erre vannak a statok is, hogy ez hamar, ha igazából hamar kiderül. És az edzők ugye ezt tudják, mint az edzések, úgy, úgy állítják össze az edzéseket, amikben ezeket tudjuk gyakorolni. Ez elég sokszor csak, hogyha felhívják rá figyelmet, hogy ebbe meg ebbe, elég gyengén muzsikáltunk, és során összednek magunkat. Ez van az első, két kérdésem van. Az első ez, hogy mi az, ami, tehát ilyen teljesítmény mellett is, ugye mi csak így ámulunk és örülünk, de mi az, amit a, az edzők még így elvárnak tőlük, hogy mi az, amiben fejlődnötök kéne? Hát, ugye először is azt várják el tőlünk, hogy ne szálljon a fejünkbe a győzelem, hogy az, hogy most jelen pillanatban az első helyen állunk a tabellen, ez a többi csapat, annak egy extra motiváció, hogy ők minket tulajdonképpen letaszítsanak onnan, és ezért ez egy extra kihívás a számunkra is, szóval ezeket a ezt a kihívást azt meg kell ugorni, és euh, elvárás az, hogy úgy játszunk, mint egy első helyzet csapat, mind a támadásban, mind a védekezésben. Pagosi Bálint a mai nap Mester hármasa után nagyon szépen köszönjük, hogy beugrottál hozzánk, és megtisztelted a Kisnes évzáró adását azzal, hogy személyesen elmondtad az egész uh, elmúlt hétről, meg úgy általában a volánról a véleményedet. Gratulálunk, nagyon jó pihenést kívánunk, és, uh, és hát csak így tovább, nem tudunk mást kívánni. Albi, meg mondani, hogy hány pont a következő hétre a terv? Monton. Most három meccs van, Albi. Mit üzenesz magónak? Az legalább nyolc pont. <laughs> Akárhogy is számolok, az annyi lesz. Bízunk hát, benne. Bízunk benne, Szemt úgy így, fogom. Így az Igyekezni fogom. fogunk. köszönöm szépen, hogy itt láttam, és boldog karácsony, meg boldog új évet kívánok én is. Jó pihenést. Szépen. Jó pihenést. Szia, Magó. Köszönjük gyorsan mi lesz a jövő héten. Boldog új évet! Zárjuk a mai adást. A jövő héten rengeteg a mérkőzésünk lesz, amire érdemes lenne esetleg kilátogatni. De ha nem, akkor tévés közvetítés is tévés lesz? közvetítés is lesz. Még több lesz, kérem szépen, Dunajváros Csíkszereda vagy Újpest-Gyergyó mérkőzés 27-én, de lesz itt... A teljeség igénye nélkül még egy 28-án este fél hattor a Tüskében egy Fradi Gyergyó mérkőzés. Ah. A, volán, a volánról már beszéltünk, hogy kikkel játszanak. Van Junior Világbajnokság még a héten, Darts VB is van, és oh, Pengler kipa. is van. Kemény, kemény ez a hét, úgyhogy lesz csapkodás úgy Az biztos. Az biztos. Ah. Köszönjük az egész éves megtisztelő figyelmeteket, és reméljük, hogy nem okoztunk nagyon sokszor csalódást, tudom, hogy volt, amikor, volt, amikor igen. Igyekszünk azért egyre kevesebb szer, viszont amikor igen, akkor nagyot. nem <Szorítan> <Szorítan> kis pályázunk, na. Csuk garantálni, igen. Nem? Csináljuk, csináljuk nagyban. Így van. Nagyon szépen köszönjük azt a négykezes zongora etűdöt, amit kaptunk karácsonyra. Nagyon-nagyon megható volt, és mindenkinek bár már karácsony elmúlt, de tényleg kellemes pihenést, és... Mi van, mit röhögsz? Sziasztok! Egész... Mi is csak négy lábast. <laughs> Én próbálok szentimentális lenni, te meg röhögsz. Na, mindegy. Engedd el. Elengedtem. Szerintem azt megígérhetjük, hogy még december 31-én egy ilyen szilveszteri kocintós pár másodperces évértékelő beszélgetéssel jövünk. És egyébként találkozunk 2024-ben, és továbbra is hajrá magyar hoki. Mi itt leszünk, remélem ti is velünk tartotok. Hoki élményekben nagyon gazdag, boldog új évet kívánok mindenkinek. Boldog új évet. Köszönjük, sziasztok! Uh-huh. <laughs>